Már nem az első alkalom, hogy itt megrendezik Kiskörösön a Városi Disznótort. Egy kicsit a kezdetekről beszélgessünk, az ötletről. Kinek a fejéből pattant ki? Hát ez az ötlet igazából 3 éve ezelőtt a Kecskeméti János mondta, hogy hát mi volna, ha vágnánk disznót. És akkor egy picit úgy elmaradt ez az ötlet, és következő évben főkaroltuk az ötletet, és gyakorlatilag innen indult el. Első évben azért csak a gazdakör szűk tagjai között volt megrendezve, tehát nem volt nyilvános, és utána a polgármester úrra beszélgettünk róla, mi volna, hogyha polgármesteri hivatal is beszállná be az egész dologba, és egy városi disznótort rendeznénk a polgármesteri hivatal és a gazdakör. És hát innen indult el, most már a 3. alkalommal megy ez a dolog. És milyen visszhangjai voltak az előző alkalmaknak? Hát az elsőnél ott éreztük, hogy azért sokkal nagyobb az igény, mint amire mi gondoltuk. Tehát azt hittük, hogy hát mi összejövünk, barátok, lesz egy szép este, elbeszélgetünk, kicsit elbulizunk, és akkor vége. A második alkalomnál picit jobban fölkészültünk, és hát a vége az lett neki, hogy nagyon nagy szégyenbe maradtunk, mert akkora volt az igény, hogy el kellett küldeni a vendégeket, nem fértünk be a helységbe, kevés volt a disznó, amit levágtunk, tehát nagyon kellemetlen helyzetben voltunk, és azért most egy picit jobban fölkészültünk a dologra, úgyhogy hát reméljük, hogy most nem leszünk ilyen kellemetlen helyzetben, hogy nem fogjuk tudni kiszolgálni a kedves vendégeket és vásárlókat. Az mit jelent, hogy jobban felkészültek? Miben más az idei városi disznótor, mint az előző? Lényegesen nagyobb disznót vágtunk le, tehát ami ezáltal lényegesen több tőtelékárút tudunk elkészíteni, sült hús, sült kolbász, hurkát, vért. A vért azt úgy kértünk egy vágóhídról, ahol tegnap lett vár, mert hihetetlen, hogy mekkora igény volt rá. Úgyhogy tehát így készültünk föl rá, hogy egy lényegesen komolyabb, nagyobb disznót vágtunk le. Egy másik változás is van, én úgy tudom, hogy eddig ugye a Pátriában volt a disznótoros vacsora, most máshol lesz. Igen, hát úgy néz ki, hogy a tavalyi évből tanulva, hogy sajnos el kellett küldeni olyan vendégek, akik már nem fértek be. A művelődési házzal felvettük a kapcsolatot, és ott egy 130 főre meg tudunk teríteni, úgyhogy a napi étkeztetés itt lesz a Pátriában, tehát a sült vér, hagymával, a sült hús, a hurka, kolbász, tehát a kóstolása ez itt megtörténhet, de a vacsora az 18 órakor kezdődik a Pátriában, ahol mondom 130 főre vagyunk berendezkedve. Kik sűrögnek, forognak itt a háttérben, látom, hogy már hamarosan kész az a bizonyos vér is. Így van. Hát én most név szerint nem szeretném én ezt felsorolni, mert biztos, hogy valakit ki, hála Istennek, nagyon sokan jelentkeztek, lényegesen többen, mint eddig. Több embert sikerült megszólítanunk, tehát aki részhez venne, gazdatársakat, polgármesteri hivatalból lényegesen többen eljöttek a dologra, és a idejében nagyon jó a Hazafi Sanyi barátom, ő kimondott hentes a szakmája, ő mondta, hogy eljön és segít nekünk a földolgozásba, profi módon, hát nekünk ez sokkal kényelmesebb, mert mi csak nézzük, ahogy ő dolgozik. Úgy látom, hogy ez elég gyorsan ment, nagyon gyorsan szétkapta ezt a disznót. Hát hentes a szakmám is már nagyon régóta, már 35 éve praktizálok is vele. De most itt első alkalommal van. Hogy született a meghívás? Ki kérte föl? Hát a Somogyi Zolival nagyon jó ismerősök vagyunk, és én már egyszer akartam jönni, és mondom, most ráérek, eljövök. És miért szeretett volna jönni? Mi ebben a jó? Segíteni az a jó? Segítség. Vagy? Segítség a legjobb, meg látom a régi ismerősöket. Ugye mondta, hogy hentes a szakmája, az azt jelenti, hogy otthon iparszerűen vágja a disznót, de azért részt szokott venni ilyen hagyományos disznótorokon is. Részt szoktam, mert néha elmék házakhoz is még vágni. És ott betartják azokat a régi hagyományokat, amik a disznótorhoz, a disznóvágáshoz kötődnek? Már nagyon kevesen. Már azért hívnak hentest, hogy minél hamarabb kész legyen minden. Ha én most szeretnék egy hagyományos kiskörösi disznótort megnézni, mondjuk télen, akkor tudnék valahova elmenni? Hát én hozzám ki a tanyán, akkor úgy megszervezem, ott lehet. Tényleg? Tehát minden működik. De egy hagyományos, ami régen? Úgy csinálom. Aha. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy
Mik a hagyományai? Tehát ha önnek kellene egy ilyen hagyományos disznóvágást megszervezni, akkor mire figyelne oda? Hát, hogy meglegyen az a tradíció, reggel pogácsa, egy kis pálinka, ez az, forrad bor, és utána mehet minden, ahogy kell. Asszonyok viszik mindjárt sült húst, sütni való húst, ott meg jön, szépen jön sorba minden majd. Hát nincs hideg, ez nem baj ilyenkor, hogy nincs hideg? Tehát nem árt a húsnak, hiszen régen... Hát a mínuszfok az még jobb, de az se jó, túl mínusz. De ilyen kinti dolgozás, ez pont a legjobb, ez a plusz 1-2 fok. Mióta van itt polgármester úr? Reggel 7 óra óta természetesen, ahogy kezdődött a disznótor, azt gondolom, hogy úgy kell egy disznótornál érkezni. Most átvállalta a város is, hogy besegít, sőt már azt hiszem, hogy tavaly is egy közös rendezvénye volt a gazdakörnek a várossal. Miért gondolták azt, hogy ez egy fontos rendezvény a városunknak az életében? A város valóban háttér szervezőként van benne. A disznótorban azért azt ne felejtsük el, hogy ez a kiskörösi gazdakörnek a rendezvénye. A kiskörösi gazdakör gazdái mutatják be a hagyományos disznótor minden mozdulatát, és természetesen mi, akik már rendeztünk ilyen rendezvényt, és azt látjuk, hogy ez is egyre nagyobb rendezvény, háttérként itt vagyunk, hiszen a hatóságokat, a szabályokat, az engedélyeket mi sokkal jobban tudjuk intézni. Adjuk a helyet, adjuk az eszközállományt, amire szükség van, de a gazdakör rendezvénye, és erre nagyon büszke vagyunk, és nagyon örülünk, hogy segíthetünk a gazdakörnek, mert nekünk azért ez így könnyebbség, és hát azért ők dolgoznak nap mint nap. Nem csak ők, mert Somogyi Zoli említette, hogy a polgármesteri hivatalból is vannak néhányan, akik itt dolgoznak a disznó körül. Persze azért az én kollégáim is szeretik, főleg a fiúk, ezt azért szeretném kihangsúlyozni, szeretik, hiszen mi ebben nőttünk föl, és mi tudjuk a fogásokat, épp erről anekdotáztunk itt egy pálinka mellett, hogy milyen is volt régen a disznótor. Igen, tudjuk, mi benne voltunk, mi ebben éltünk, és azt szeretnénk, hogyha ez a hagyomány nem veszne el, azt szeretnénk, hogyha a fiatalok bejönnének, és csak lássák azt, hogy működik egy disznótor, ha már nem is csináljuk, de legalább látni, bemutatni fontos, hogy lássák ezt. Ezek közül az anekdóták közül hallhatnánk egyet? Hát persze az első pillanatok a legnagyobb élmények, hogy gyerekkorunkban annak idején, ugye, mint én a család legmagasabbja, mindig apukám engem küldött be az egyik nagybátyám, hogy az ólból valahogy hozzuk ki a malacot. Ugye, és én nekem a fő feladatom volt, mint a legmagasabbnak, hogy a farkánál fogva emeljem meg a malac hátsóját, és úgy annyira fő kellett emelni, hogy ne tudjon kapaszkodni, és az idősebbek utána a fülénél fogva húzták ki, hát akkor nem volt áram, nem volt lelőjük a malacot, hanem valahogy ki kellett csalogatni. Úgyhogy hát ezek akkoriban ezek így működtek, és hát persze akkor, mint fiatal kezdő, akkor ilyen nagyon fontos feladatokat kaptunk mi is, mindegyikünk szinte ilyeneket csináltunk. De ma már otthon a családban nem vágnak disznót? Az aposoméknál igen, de természetesen már úgy, hogy profi szakember jön, és mi tényleg csak a segéd munkát végezzük mellette. Ha a disznótorba le kell ülni az asztalhoz, hiszen ilyenkor terített asztal várja a vendégeket, akkor mi az, amihez legelőször nyúl? Tehát mi az, amit legjobban szeret a disznótoros étkek között? Attól függ, hogy mikor, ez egy nagyon jó kérdés. Ha a disznótor estéjéről beszélünk, az nagyon érdekes, akkor már úgy az ember teli van úgy mindennel, akkor a legjobb a leves és a hozzávaló leves hús paradicsomszószal. Az utánozhatatlan. A következő napi, mert nálunk az úgy volt a családban, hogy komplett vacsora volt a disznótor estéjén, és másnap ebédre is még meghívtuk a családot. Érdekes módon másnap ebédkor már azért a káposzta és a hurka kolbász vitte a prémet, de a disznótor estéjén akkor az a könnyebb leves és a leves hús volt a legkedvesebb menünk.
nagy üzemben folyik a hagymás vérkészítése, ez hanyadik tárcsa volt? Ez a második nagy tárcsa volt, ebben benne van. Előbb kettőbe készült, akkor ez a harmadik. Igen, ez a harmadik, így van, és még fogunk csinálni egy picit. Muszáj, föltétlen, mert most kóstoltam meg igazán, és valami csodálatos íze van. Az Évike, Danis Évike receptje alapján igazi. Valamikor régen ugye a vastálba csinálták ezt, vaslábasba, és most ugyanúgy készül. Na akkor halljuk azt a receptet. Éppen arról volt itt szó az előbb, itt mesélték, hogy otthon, amikor ha esetleg disznót vágnak, a vért már elfolyatják, nem készítik el. Ezt te is meg tudod erősíteni? Igen. Most már nem divat annyira ez a vér, de itt a környéken, Kiskörös környékén még az elmúlt 7-8 évben kezdődött igazán ennek az újra fölélesztése, és hát nem véletlenül, mert egy csodálatos dolog, tele van a vér mindenféle ilyen hasznos dolgokkal, vitaminokkal, és hát igazából mire a sült hús kisül, ugye elkészül a sült hús, addigra már a szervezet éhes. Tehát ez a vér, ez jó zsírosan, hagymásan, ez igazából úgy megdobja, és akkor erre lehet egy pár korty forradbort is inni, meg aztán a fröccset. Térjünk vissza a receptre, említetted, hogy Danis Évének a receptje, aki mondjuk tegyük föl disznót vág, és szeretné a vért fölhasználni. Megosztanád ezt a receptet velük? Ó, hát igazán nagyon szívesen. Egy a lényeg, hogy a disznótól elvett vér nem szabad kevergetni, hanem úgy hagyni, hogy kihűljön, megsűrűsödik, megköt a vér, és akkor ezt ugye én lemosom egy nagyon kis vízzel, leöntöm a savóját, egy nagyon kis vízzel letisztítom, és úgy egészbe, vagy ha sok van, akkor 3-4 felé elvágom, és úgy abálom meg egészbe. Hát ennek az abálásnak ugye 20-25 perc, fél óra föltétlen szükséges, lényeg, hogy közben mozgatni kell, hogy oda ne kapjon az alja a lábasba. Amikor ez megvan, leöntöm a vizet, kiveszem a vért, és akkor csíkokra fölvágom. Előtte ugye hagymát, bő zsírba hagymát, rengeteg hagymát megabárolok, és ebbe a megabárolt hagymába egy kis paprikát, én piros színű, nem törött paprikát először, hanem a hagymával együtt abárolom a nyers zöld paprikát, és amikor ez megvan, a hagyma, akkor befűszerezem. Mindenféleképp kell, ugye hát a só... A hagymát fűszerezed, nem a vér? Nem, a vért azt nem. Amikor ez befűszerezem, majoranna, törött bors, paprika, ugye só, az Jani is mondja háttérben természetesen, amikor ez megvan, összekeverem, és erre öntöm, teszem rá a fölcsíkozott vért, és ezt átmozgatom, még egy kis piros paprikával megszínezem, és fogyasszák egészséggel. Ott a háttérben nagyon készül az a hagyma, lesz még? Igen, muszáj még csinálni, mert úgy fogy a vér, hogy ez valami rettenetes. Jó étvágya van a csapatnak, már vannak itt azt hiszem 50-en, 60-an, akik csinálják, már úgy értve, hogy eszik. És remélem, hogy ízlik neki. Nekem nagyon ízlett a második adagból, ettem egy nagy darabot, de hát ez fantasztikus. De hát majd jön utána a fröccs, hál' Istennek. Képviselő úr, ilyenkor egy kicsit nosztalgiázik? Ajaj, van min. Nagy disznóvágó család körébe tartoztunk, tanyán születtünk, tanyán nőttünk fel. Tanyasi embereknek az egyik legnagyobb eseménye nyilvánvaló, nem csak a megélhetésért, hogy az egész éves húskészletet elkészítettük, hanem ekkor jött össze a tanyai környékbeli emberek, rokonok, úgyhogy estig tartó és hát nótázással végződő disznóvágások voltak akkor még. De azért az ember egy kicsit sajnálja, hogy ma már nincs ilyen, nem? Ez egy nagyon jó közösségformáló dolog volt. Hát így van, mint ahogy említettem is, rokonok például, ez az egyik alkalom volt. Természetesen a karácsony, az új év, esetleg a húsvéti környezet, de a disznóvágás, vagy egy ehhez kapcsolt rendszerint névnap, amely téli estékre adódott egy Ferenc vagy egy János,
amely november-decemberi névnapok a naptárban. Ezek még külön alkalmat adtak arra, hogy na akkor disznóvágás van, és akkor összehívjuk a rokonságot, akik lehet, hogy egész évben csak egymásnak köszöngettek messziről, mert olyan távolságban laktak. Tehát valóban egy nagy család és közösség formáló rendezvény is volt. Ezt igazolja az is, hogy az elmúlt hetekben két ilyen nagy közösségformáló rendezvényen is voltunk, Solt-Vadkerten is. Ugye az Evangélikus Egyház és a Református Egyház is szervezett egy ilyen presbiteri disznóvágást. Tehát ezt igazolja, amit ön mondott. Így van. Több éve, konkrétan Solt-Vadkerten, ez most már hagyomány, merjük ezt mondani, hogy maga az egyházközösség is úgy látja, hogy önmagában az, hogy levágnak egy disznót, és oda eljönnek, és ha már nem is tudnak annyian segíteni, mint amennyien eljönnek, hiszen több a szorgos kéz, mint amennyi munka van, de együtt vannak, ott vannak, elmélkednek, beszélgetnek, hogyan volt régen. De mondhatnám azt, hogy ennek van egy nosztalgia része, néhány héttel ezelőtt Hartán volt, ott egy böllérfesztivál szerűséget alkottak, nem akarják megelőzni Békés Csabát, ami az országban talán a legnagyobb ilyen fesztivál, de nagyon komoly versenycsapatok érkeztek saját vágású húskészítménnyel, és ott hurkakóbász kellett nekik készíteni a versenyen. Mikor itt levágták, illetve nem itt vágták le, csak láttam, hogy ugye szúrták a malacot. Emlékszem rá, hogy annak idején nagy botrány, vagy nagy felzúdulás volt abból, hogy uniós előírások voltak arra, hogy hogy kell egy disznóvágáson a disznót levágni. Ma már ez egy kicsit lecsendesült, nem? Hát az unió szokott hozni sok őrült rendelkezést, amit egy településen élő egyszerűen nem ért meg. Ha csak említsek egyet, de sikerült el is töröltetnünk, meghatározták az uborkáknak a görbületét, hogy milyen lehet egy uborka görbülete ahhoz, hogy beleférjen a dunsztos üvegbe. Persze ezt mind nagy ipari cégek, multicégek érték el, hogy őnekik minél egyszerűbb legyen az uborkát belegyömöszölni gépi eljárással az üvegbe. Otthon szüleinket, nagyszüleinket ez nem zavarta, hogy milyen görbületű az uborka. Pontosan tudta, hogy hogyan kell azt egyenként persze elhelyezni. És ilyen volt, hogy az élő állatoknak milyen állat jóléti és egyéb jogosítványaik vannak, és hát ugye, ha abszolút szabályosak akarunk lenni, akkor először egy kíméletes kábítással kell kezdeni, és csak utána a szúrással. Megmondom őszintén, nálunk ezt a szabályt soha be nem tartottuk, az unióba való belépés után se. Édesapám mindvégig ragaszkodik a direktbe való vágáshoz. Ő szerinte a sertés így tudja igazából kipréselni magát a vért, hogyha lefogjuk nyers erővel, hát ez egy kis birkózás jelentett mindig reggel, lefogjuk, a böllér ezt a birkózást kicsit messzebbről nézi, de amikor már sikerült fogni, akkor odajön, megszúrja a disznót, és azzal a végkíméletes vergődéssel eltávolítja magából az összes vért. Mi meg persze fölfogjuk, mert hát ebből készítünk egy kis hagymás vért, rendszerint az első kínálandó étel. Édesapám ez mindvégig ragaszkodik, mert szerinte csak így lesz tiszta az állatnak a húsa, és például a sonkában sem, a comb részeknél sem található, ott vannak a legnagyobb vastagerek, és onnan is el fog távozni az összes vér, és nem csúnyálkodik esetleg egy sonka fölvágásakor, mert néha ilyent is lehet látni, hogy benne szorult ott a vér, és az nem túl szép látvány. Szóval vannak ebbe azért nagyon praktikus, több évszázados megfigyelésen alapuló következtetések, hogy miért is kell a disznót úgy lefogás után megölni, és nem kábítani. Már sok beszélgetést folytattam egy-egy ilyen disznóvágáson, és sok helyen elmondták, hogy hát már azért nem vágnak otthon disznót, mert hogy a gyerekek nem eszik meg. A fiatalok már nem szeretik az ilyen finomságokat, amik ilyenkor kikerülnek. Ezt tapasztalja ön is, vagy az ön családjában azért ez máshogy van? Nem, nincs máshogy. Felütötte a fejét ez a nagyon fittek vagyunk, és hús kevésbé eszünk, bár én ez nem tartozom ez a körhöz, hogy így fejezem ki magam. Talán a szénhidrátokat kell egyébként csökkenteni, aki nagyon fitt akar maradni, a húst az eheti hússal is. Ha jól olvasom ezt a tudományt, aki errefelé kutatgatja, hogy mi jó az embernek, hát én ezzel úgy vagyok, hogyha az emberiség mondjuk ezt az utolsó 2-3 ezer évet végigélte úgy, és itt vagyunk mi az utódok, hogy ették a disznóhúst annak módja szerint, és nem veszett ki az emberiség, akkor ez egy élő példa arra, hogy azért túl nagy baj nem lehet egy sertéshús elfogyasztásakor.
ha már itt tartunk, akkor ha választani kell a disznótoros finomságok közül, akkor mi az, amit a legszívesebben fogyaszt? Hát friss ételeknél a májas hurkát. A májas hurkát, ahogy mi készítjük, ezt vastagbélbe töltöttük, a fodros vastagbélbe, így hívjuk. Nagyon nehéz volt, ezt az asszonyok dolga volt mindig ennek a kimosása. Nem egy épületes dolog, de nem lehetett a disznónak olyan része, amit ne használjunk föl. Tehát természetesen az összes vékony és vastagbél és mindegyik föl dolgozásra került, és a májas hurka ezen változata, amiben a tepertőt nagyobb kockákra vágva hagytuk benne, nem daráltuk le nagyobb, és hát dúsan, tehát a belsőségek az avval kiforrása után belsőségekkel szépen megrakva, tehát nem csak úgy ráfogva, hogy májas munka, hanem abban legyen is benne a máj és egyéb, és ez, amikor az első vacsora a disznóvágáson az, az egyik fő ételem, és utána is, amikor ezt ugye húsvágóasztalon ki szoktuk szárítani, fagyasztani úgymond, és néhány nap után, amikor kicsit megfagy, hát ilyen időben, mert télen, régen még télen tél volt, hogy így fejezem ki magam. Most is, hála Istennek, a mai napon kaptunk ebből egy kis bemutatót. Szóval ez egy picit úgy megfagyott, megszikkadt, és annak után a darabolása hidegen is szerintem szenzációs. És nekem ugyanilyen egyébként a disznósajt, amelyet kevesebben készítenek, de a disznósajtnak is számtalan variáció van. A fűszerezése egészen bonyolult, tehát sokkal másabb, mint az összes többi töltelékféléjé, és hogy abban mit teszünk bele, és abban szép dolgokat kell, nem a maradék dolgot, mint sok helyen a disznósajtnál, na, ami még maradt, nézzünk szét, az beledobáljuk a disznósajtba. Ennél egy kicsit mi jobban odafigyeltünk, és válogattuk, hogy mi legyen benne, sőt, időnként vettünk direkt belsőséget a saját disznónk mellé, még hentesnél vettünk direkt belsőséget, hogy hát aminek benne kell lenni, annak azt bele kell rakni, nincs mese, hogy jó legyen, és talán ez a disznósajt még olyan, amelyet egyébként a gyomorba töltöttünk mindig, amelyet ma már nem látok, egyre kevesebb, egy komoly gyomorba töltött kis disznósajt, az ilyen 4-5 kilós is tudott lenni, és ezt nyár elején volt szabad először megszegnünk. Ez az est fénypontja, ez a disznótor, ugye az egész napos munka után. Mi került itt ma terítékre, mit kaptak a vendégek? Egy ötfogásos vacsorával szolgálhatunk a kedves vendégeknek. Kezdjük az orjalevessel, főtt hússal, tormával, mácsankával, ez egy szlovák paradicsom szósznak hívhatjuk. Aztán folytatjuk a töltött káposztával, sült hurka, sült kolbásszal, és szilvalekváros hájas kertsüteménnyel kedveskedünk a kedves résztvevőknek. Látom, itt körbejártál. Vannak többen, akik már újra és újra eljönnek erre a disznótoros vacsorára? Igen, hát a gazdaköri tagok azok részt vesznek a vacsorán, de nem csak a vacsorán, hanem az egész napos munkán reggel 6 órától egyfolytában nagyon sokan itt vannak, és minden pillanatában részt vesznek a disznóvágásnak. De vannak olyanok is, akik nem gazdaköri tagok, csak kíváncsiak voltak és eljött. Persze, vannak kiskörösi vendégeink, akik csak a vacsora kedvéjé vagy a hangulat kedvéjé jöttek, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük őket is. Ma este itt te leszel a hangulat felelős ezen a városi disznótoros vacsorán. Hogy állítod ilyenkor össze a műsort? Tehát ez már úgy előre összeáll, vagy közben alakul? No, tehát ez úgy kezdődik, hogy nem én leszek a hangulatfelelősöm, a Markó Nanival leszünk a hangulatfelelősök, mi ketten. Tavaly is elvállaltuk meg, most is ez ilyen szponzoráljuk mi ezzel végül is ezt a bált. Valóban összeállítjuk a műsort előtte. Lesz benne minden, lesz benne nagyon szép ilyen hallgatók, utána vacsora alatt egy-két hallgatót fogunk énekelni, utána ilyen örökzött slágerek, aztán a hajnalban meg erezd el a hajamat, minden. Mi belefér. Ami belefér, így van. Most itt nagyon finom disznótoros fogások lesznek. Egyébként te szereted ezeket az étkeket, amiket ma itt föltállal? Igen, én szeretem, kisgyerekkorom óta, nálunk nagy divat volt a disznóvágás, meg a disznótor is régen, mikor még gyerek voltam, nálunk 20-25-30-an voltak egy disznóvágásnál volt, úgyhogy majdnem meg is ették az este a disznót, mert ilyen 100 kilósat vágtak apámék, és majdnem el is fogyott az este. De én nagyon szeretem, én egyébként mindent szeretek, nincs olyan étel, amit én szeretem, a salátákat, szeretem a halat, szeretem a kagylót, a kaviárt, a
sertést, a marhát, tehát minden, én minden evő vagyok. És nem is fogyókúrázok? Nem fogyókúrázok, úgy figyellek azért rá, hogy ne szaladjak el, mert azért mindig szedek fel, így karácsony, szilveszterkor azért mindig szedünk fel, aztán szépen visszaállok egy bizonyos kilóra, de ezt télen-nyáron tartom. Vendéglátósként is érdekes lehet számodra egy ilyen vacsora. Nálatok ott az étteremben gyakran vannak ilyen disznótoros ebédek? Igen, vannak, főleg ilyenkor már itt télen, ahogy már kezd bejönni a hideg, akkor úgy havonta egyszer van ilyen kimondottan disznótoros, hát van így, hogy hurkakolbász, esetleg egy kis pecsenye, de általában hurkakolbász, ilyen tepsis krumplival, salátával. Aztán szoktunk csinálni ilyen savanyú levest, ami valamikor nagyon menő volt nálam kint a Rónába. Ez ilyen belsőségekből készül, nagyon finom. És a töltött káposzta, az pedig egy sláger. Az is úgy, havi egy-két alkalommal van töltött káposzta is. Most eszembe jutott a vendéglátós bálod, biztos nem ilyen egyszerű étkek voltak felszolgálva. Ott mi volt a menü? Hát a vendéglátós bál, arról annyit el szeretnék mondani, hogy a 22. vendéglátós bál volt, amit most újra ránk került a sor a termálétterembe, ott megtartva. Tavaly a Fortunába volt, előtte Kecelen volt, most jövőre úgy néz ki, hogy a Poham vinnél lesz kint, és hát ott elég jó menükkel rukkolunk ki. Tavaly, vagy ezelőtt 3 évvel, akkor szintén megpróbáltam egy ilyen disznótorost, de annyira nem ugrottak ezek a fiatalok már ezekre a hurkakolbászé, úgyhogy most egy nagyon finom fácán húsgombócleves volt, tehát le van filézve a fácán, és abban egy húsgombóc csinálunk. Utána pedig volt ilyen frissen sültek, ilyen vegyes tálabban, ott mindenféle, főleg a fiataloknak saláták, hal, sertés, csirke, mindenféle volt rajta. Ilyenkor verseny is van, nem verseny, ez most rossz szó, hanem azért minden vendéglátós igyekszik, ha rákerül a sor, valami különlegesen előrukkolni, vagy mit a szempont, amikor összeállítjátok a menüt? Szerintem igen. Most nem úgy, hogy verseny, vagy ahogy mondod is, hogy nem verseny, de azért úgy szeretnénk egy picit megmutatni az étteremnek a gasztronómiáját, hogy milyenek a szakácsaink, milyenek a felszolgálók, milyen a terítés, a díszítés. A lányaim nagyon odafigyeltek a díszítésre, egy gyönyörű dísztermet csináltak, majd a fotókon lehet is látni. Azon kívül valóban egy olyan ételsort csináltunk, amit gondoltuk, hogy mindenki szeret, és nem mindennapos ételeket csinálnak ilyenkor, de nem versenyszerűen, hanem azért úgy odafigyelünk, de mindenhol nagyon finomakat készítenek. Kik fogadták el a meghívásotokat erre a vendéglátós bárra? Tudom, hogy a tavalyi bálon ott voltunk, hogy akkor azért nem mindenki jött el. Igen, hát a három város vendéglátósai vannak mindig, ott Kecel, Vadkert, Kiskörös, és jobban az éttermeket hívjuk meg, és ha van még úgy helyünk, akkor jönnek sorba a kocsmák, vagy a presszók, vagy a pizzériák. Nálunk most 140-en fértünk be, de ez a csúcs, tehát többen nem férnek be, de viszont a Fortunában szerintem 180-an voltunk tavaly, előtte megkezdtelem valami 300-an voltunk, tehát lenne itt rá igény, de hát nem fér be. És ilyenkor úgy van, hogy a vendéglős, aki adja, tehát aki az este van, akinél van ez a rendezvény megtartva, ott a vendéglátós, ő állja a kaját, tehát abban senki nem fizet sem, csak az italt kell fizetni. És akkor vannak a szponzorok, akik egy kicsit besegítenek, egy picivel besegítenek, és a Szentpéterek egy kis bort, a Vasék egy kis bort, akkor a Trepák Jani pálinkát adott, akkor a metró valamit adott, tehát mindenki húsipari vált adott, pár szál karaj, egy kicsivel úgy besegítenek. És jól sikerült a bár? Szerintem nagyon jó híre van, nagyon sikerült. Mindenki elérte a célját, hogy a vendéglátósok tudnak mulatni, meg szeretnek. Meg én úgy gondolom, tehát abra vagyok büszke, tehát én ezt 22 évvel ezelőtt találtam, ezt már sokszor elmondtam, és ilyen az országban nincs. Tehát az, hogy három város vendéglátósai, minden balhé meg vezér nélkül, tehát annyira jó barátságban vagyunk, hogy tényleg ilyen szerintem az országban nincs ilyen, és nagyon, nagyon jó sikerült. Akkor most térjünk vissza egy kicsit erre a ma esti vacsorára, illetve a repertoárra, amiről először kérdeztelek.
lesz CD-d, vagy már van CD-d, nem is tudom pontosan. Mi került fel erre a CD-d? Hát erre most nagyon szép számok kerültek. Összességében 14 dal van rajta, abból 7 saját szerzeményem. Ebben vannak nagyon jók, írtam egyet, az unokás, akinek kislány unokája, mert ugye volt a fiús unoká, az most már 8-9. Éve, de nagyon sok levelet kaptam, hogy írjak már olyat, ami a lányokra szól. Van a lányokra, van olyan, hogy van, amire elhagyom az országom, a című dal, a síra hegedű egy kiskocsmába, az is egy nagyon menő a saját számom. Na most ennek egy ilyen másik változatát, az a cím, hogy tehát ez is ugyanerről szól, hogy elhagyom az országomat, nem elhagyom, mert elmennek a fiatalok, és Skype, az a Skype nagypapa, tehát hogy Skype-on látják már csak a nagyszülők a gyerekeiket, erről szól. Ez az 5. CD-m, úgy néz ki, hogy nagyon nagy sikerrel, éppen egy kicsi reklámot adtunk neki, itt Kiskörösön a Csepiéknél lehet kapni, meg kint a termálétteremben, de nagyon sok telefon, például most Berhidáról kértek mindjárt, mind az 5-öt kérték Berhidáról, éppen tegnap előtt adta fel a nejem postán. És itt ma este is elhangzanak majd ezekből számok? Elhangzanak, hát fa leszek a fának, vagy virága, például Petőfi vers, azzal kezdődik a CD, azt is fogom énekelni, tehát nagyon sok ilyen régi szép sláger szám van rajta, úgyhogy jó párat el fogok énekelni ezekből is.